Nos, kacok, üdvözöllek benneteket a hatodik szinten, a hatodik epizódból. Közelítünk a játék legvégéhez. És megint egy ismerős szinten vagyunk. Hol vannak a... Ó! Egyen meg azt az ajtót is, meg a sok ellenfélt. Nem tudom, mennyire hallottátok, hogy hányan kezdtek el kiáltani. Kell még legyenek. Kutyuli is megjött. Meg itt valaki le akar puffantani. Vagytok egy páran most már tényleg. Kutyuli. Nem akartalak bántani. De... aki megtámad, az csúnyán megfizet. Au! Igen, ez nagyon ismerős ez a szint. És valahol itt van egy kolléga. Kettő, és mind a kettőt eltaláltam. Esetleg még itt. Nem. Hanem itt. És ki is nyírtam. Három kutyuli, vagy hogy volt ez? Az egyik, mint a kettőt hakkantott volna. Nem fogtak ti megakadályozni. Na most kulcsot keresünk. Nekem gyanús ez a szint megint. Gyakorlatilag, ahogy ez kinéz. Az egyik epizódot játszom visszafelé. Rengeteg ellenféllel. Azért jövök különben oldalazva, hogy hát ha szembe találkozom az egyik ellenféllel, és akkor csak rálövök. Mert nagy az esélye, hogy itt bizony valaki szembe jön. Itt a kékben még nem voltunk. Elzárták előlem a titkos kamrákat a mocskok. Itt még szerintem nem jártunk. A hangok is azt mondják. Bár nem úgy tűnik, mintha ebben biztos lehetnék. Mert megint itt a közepén kötök ki mindennek. Minden egybe van kötve. És minden azt mondja legtöbb helyen, hogy haver, te itt már jártál. Itt az egyik ajtónk, itt egy Hitler fejes szoba. Itt egy... semmi. Itt pedig még gondolom én, hogy... de az egészet körbejártam szinte, úgy most, ha nem jön össze a dolog, akkor próbáljunk szisztematikusan haladni. Ez szinte az összes ajtó ugyanoda vezet. Akármit csinálsz. Az összes ajtó egy helyre vezet, és itt van egy középső szoba. Ja. Ez is ugyanoda vezet, csak egy kis kitérővel. Akkor maradt még annyi lehetőségem, hogy itt...
Hello. Engem kutattál, hogy hol lehetek? Ez a pálya most úgy néz ki, hogy egy picit eltévedős. Főleg úgy, hogy csak össze-vissza megyek, nem? A javánál már megfordultam. Hú, gyerekek. Nagyon örülök, amikor ilyen pályák vannak megcsinálva egy játékban, hogy nem tudom, hogy merre megyek. Mert annyira egybeköt minden, és egyformák a falak is sok helyen, ha megfigyelitek. És csak gondolkodik a játékos. Itt bizony ez az ajtó, ez zárva. És nem találtam még meg hozzá a kulcsot, meg hasonló gondolatok. Na itt viszont nem emlékszem, hogy jártam. Mert nem is. Már csak az ajtó is azt sugalta, hogy itt nem voltam még. És itt a kék kulcsunk. Na, most talán nyithatóvá válik az az ajtó, amit stíröltem az előbb. Nem. Volt még egy akkor ezek szerint. Miért kell ennyire egyformának lenni, nem értem. De itt van egy ajtó még, ami nyitható, és akkor most nagyjából leképzem magamban, hogy hogy néz ki a pálya. És szerintem ki is fogunk jutni, mert megvan a másik kulcs is. Oké, tehát erre. És itt. De meggrémültem egy pillanatra, mondom, hátba lőnek, vagy mi? Aha. Ez az ajtó volt az egyik nem nyitható. Új, de jó ég. Ajdi, néha borzalmasak vagytok. Nem a játékaitok, hanem ti magatok, amiket kitaláltok. Egy ilyen zónába volt az egyik zárt ajtó. Jézusom. Hát hiába próbáltam letérképezni a pályát, megint csak ott tartok, hogy keresgélhetek. Itt körbe mentem, ennek akkor semmi értelme gyakorlatilag. Ide se nincs értelme bejönni. Itt körbe menni nincs értelme. Ide benézni viszont lehet, hogy van. Ide esetleg. Jó, az egyik az itt van, azt tudom. Az egyik kulcsra zárt ajtó, itt pedig van egy kiárat erre felé, ahol megint az az ajtó van, ahol jártam is. Jó, ez a fejes cucc itt. Itt is megnézem. Tök egyforma minden.
És lehet, hogy már el is mentem egy párszor az mellett, ahová éppen tartok. Na, menjünk túl ezen a szobán. Aha. Hú, te jó ég. Olyan szinten elszálltak itt már, hogy egyszerűen nem a kreativitásról szólt ez a pálya rész, hanem arról, hogy csak dobjuk gyorsan össze. Majd a játékos megoldja. Már megint itt. Itt kezdődik a szint. De jó. Akkor hol volt? Könyörgöm. Ezt tudom, hogy valahol ilyen helyen. Ó, lehet, hogy megvan. Sustapó meg spion. Távolról kicsit pazarlás rájuk lőni. Köszönöm, hogy feltölthettem magam. Lőszerből is, de azt hiszem itt még van. Nem rád gondoltam, hanem lőszerre, komám. Rád pazaroljak. Nincs kereszt, de hogyha abból a nem létező keresztből is ki teszitek őket, úgymond, akkor úgy reagál a játék, mintha el se találnátok. Na. 6-os szint kész, gyerekek. 12 perc alatt kicsit hosszabb lett, mint amit akartam. De nem, semmi baj, úgyhogy én nem fogjuk folytatni nem sokára. Addig legyetek jók. Sziasztok!